Hogy sikerül eddig a szerda délelőtti kiválasztó? Magasföldi József játszhat majd vasárnap is, bekerül majd a csapatba? Nem a padból mérkőzéstől teszem függővé, hogy a Dodi játszik. Nyilván nagyon sok melót beletett ebbe a félébe, úgyhogy meg párba is vagyunk most a padból bajnokságba, úgyhogy játszani fog hétvégén, ezt megígérhetem neki is. A vasárnapi mérkőzésen is egy-két érintő lesz majd a fókuszban? A játék felfogásunkban benne van az, hogy minél kevesebb érintővel tudjunk futballozni. Nyilván ehhez az ellenfél valószínű megtesz mindent, hogy ne valósuljon meg. Rá, hogy a stábban minél jobban feltérképezzük a Kaposvárt, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy tényleg az általunk megfogalmazott, utóbbi hetekben megfogalmazott célunkat azt teljesíteni tudjuk, és lőtávolban maradjunk a negyedik helyért. Ha látnák ezt a padból meccset a kaposvári szakmai stáb tagjai, akkor rettegnének szerinted? Hát ebben nem vagyok biztos, mert voltak nagyon finom érintésnek nem mondható dolgok ezen a mérkőzésen, meg majd a következő fél-egy órába, úgyhogy bár remélem megnézik, és akkor majd ebből fognak kiindulni, de a viccet félretéve biztos vagyok benne, hogy az ellenfélnek az edzője és a stábja szintén föl fog minket térképezni, úgyhogy nagyon jó meccsre számítok, taktikai csatára számítok, úgyhogy mi állunk elébe, és nagyon várjuk a hétvégi mérkőzésünket. Örömteli, hogy ilyen jó hangulatban zajlanak az utolsó edzések így a szezon végéhez közeledve, de van is ok az örömre, hiszen a bajnokságban is jönnek az eredmények, a Golzsák is igencsak kiszakadt legutóbb. Továbbra is a munkán van a hangsúly, hiszen nem szabad ilyenkor kiengedni, van még előttünk három mérkőzés, lőtávolba került a negyedik hely, és valóban igaz, a Füred ellen, meg az Andrássy ellen is kiszakadt a Golzsák. Nyilván az előző meccseken is volt több lehetőségünk, amikor tudtunk volna több góllal is hozzájárulni a három pontjainkhoz. Most ezen a két mérkőzésen ez sikerült. Nem biztos az, hogy a következő meccseken ez így lesz, de továbbra is a céljaink azok, hogy az utolsó három meccset lehetőleg vereség nélkül hozzuk le.